Két hete nyithatták meg teraszaikat a kávézók Miskolcon az enyhítéseknek köszönhetően. A teraszok szinte azonnal meg is teltek. Mától pedig még tovább enyhültek a koronavírus járvány miatti korlátozások. Már nem csak a teraszon lehet tartózkodni. A tulajdonosoknak azonban erre is fel kell készülniük. Kötelező többek között a fertőtlenítők kihelyezése és az asztalok közötti másfél méter megtartása. Szombaton megteltek a teraszok Miskolc vendéglátó helyein, visszatért az élet a főutcára. Az enyhítéseknek köszönhetően a hétvégén ugyan még csak a kinti részeken lehettek a vendégek, de ez sem tántoríthatta el a baráti társaságokat, alig lehetett üres asztalt találni. Már vártam nagyon, tudok találkozni a barátaimmal végre, tudom menni ide-oda, meg szerintem ez hiányzott mindenkinek az életéből, kicsit kiszabadult otthonról. Várták az emberek, hogy kimozduljanak. Szerintem ez már jól jött, itt volt az ideje, hosszú volt ez a másfél hónap. A vendéglátó helyek tulajdonosai azt mondják, az enyhítés már nagyon kellett, hiszen az elmúlt időszakban szinte semmilyen bevételük nem volt. De szerencsére a vendégek nem fordultak el tőlük, folyamatosan tele vannak a teraszaik. Hála Istennek, két hete nyitva vagyunk, úgy látom, hogy jönnek vissza a törzs vendégek. Igazából ez egy ilyen baráti társaság, majd 90%-ban aki ide jár. A vendéglátó helyekre szigorú szabályok vonatkoznak, az asztalok között másfél méter távolságot kell hagyni, és a kézfertőtlenítés sem maradhat el, ahogy a maszk és a kesztyű sem. Így készítik az italokat, és így is szolgálják fel. Az asztal társaságokat próbáljuk ugye minden kisebb létszámmal megvalósítani, amennyire ugye ez lehetséges. Ki vannak helyezve kéztisztítószerek, ugye a pulton belül, illetve a vendégeknek, hogyha szeretnék, akkor az asztalhoz is kiszállítjuk. Különböző egyéb vegyszereket helyeztünk ki ugye a mosdókba is, tehát picit az egyéb szappanokat kiegészítettük. Mától további enyhítések vonatkoznak a vendéglátó helyekre. A vendégek már a benti zárt részeken is tartózkodhatnak, betartva az előírásokat. Vagyis a személyzet köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni, és az asztalok közt másfél méter távolságot kell hagyni.